rendkívüli testületű ülésre készültek az egykori és mostani képviselők a Rózsa Művelődési Házban. 25 éve történt, amikor Magyarországon először tartottak szabad önkormányzati választásokat. Erre a történelmi pillanatra emlékeztek az egybegyűltek. Bizony, nagyon nehéz volt a útkezdés, hiszen néhány sarkalatos törvény megszületett, de nem láttunk előre, őszintén megismerhetjük, hiszen itt voltak az orosz csapatok, azt sem tudtuk még, hogy mi az, hogy kárpótlás, mi az, hogy privatizáció, vagyon átadás önkormányzati szinten. Nem láttuk előre a gazdaságnak számos átalakulását, nem láttuk a kétszintű bankrendszert, nem láttuk mindazt, ami ma természetes. A 18. kerületben egy nagyon megosztott képviselői testület alakult 1990-ben. Három, csaknem azonos létszámú frakció mellett négy független honatja jutott be a testületbe. Ebben az időszakban csak kompromisszumok mellett tudtak polgármestert választani a városatyák, és a többi rendeletet is hosszadalmas egyeztetések előzték meg. És elkezdtük úgy a munkát, hogy a négy év alatt nagyon sok minden történt, ami alapját jelenti annak, hogy egy önkormányzat működni tudjon. Csak felsorolásszerűen mondanám azt, hogy a városüzemeltetéstől a közigazgatás viteléig minden olyan kérdésben, ami tipikus és jellemző egy önkormányzatra, azt mi ahhoz képest, amilyen helyzetben voltunk, jól csináltuk. Megemlíteném azt, hogy mi nem adtunk el ingatlanokat, hanem vásároltunk. Megszereztük a két laktanyát, 2x25 hektár belterti földet. Elindítottuk az elsőpesti telefontársaságot, tehát azt az alapinfrastruktúrát, ami a működéshez alapvetően szükséges. A fővárossal ugye tipikusan, és főleg az első évben, ugye a kerületek kontra főváros vita rendszerében igencsak helyt kellett állni, és érdekeinket képviselni kellett. Ezt sem tettük rosszul. Az első testület egyetlen szocialista képviselője, Mester László, később négyszer vezette polgármesterként a kerületet. Az útkeresés évei után mondhatjuk azt, hogy a 90-es évek végén a koncepciók készítés, programok készítésének a időszaka következett. Akkor készültek az első településfejlesztési koncepciók, majd ezt kiegészítő szakmai programok is. Az első koncepcióban már szerepeltek azok a célok, azok a fejlesztési elképzelések, amelyekből később programok lettek, hiszen itt már szerepelt az, hogy hol képzeli el az önkormányzat az új piacnak a területét, szerepelt az, hogy szükséges az őrülti városrehabilitációnak a megindítása, a közlekedés korszerűsítése, és természetesen a infrastruktúrális elmaradottságnak a felszámolása, azaz egy csatornaépítési és egy útépítési programnak a beindítása. Ugyancsak az első képviselői testület tagja volt Ugi Attila. A jelenlegi polgármester szerint jelentős történelmi pillanatnak lehettek részesei az akkori képviselők. A Disztelen diktatúra leáldozása utáni első szabadon választott Pesszent Imre képviselőtestület 1990. október 24-én tartotta alakuló ülését. Kerületi önkormányzatunk, ahogyan Magyarország több mint 3100 települése, rendkívüli jelentőségi kontraktust kötött polgáraival, amit a kerületiek a szabadócédulaikban szignóztak, a képviselők pedig az esküdéken leírtak alá. A képviselők fogadalma úgymond örök érvényű, mert a mi kultúránkban az eskü az égre íródik, és ebben a keresztény, szabad és demokratikus országban az emberek képviselete azt jelenti, hogy a település, a városrész önkormányzati képviselői és vezetői döntéseik előtt először a polgárokra, majd pedig az égre tekintenek. Mi mindannyian és az elmúlt 25 év minden képviselője felesküdtünk a hagyományra, a hűségre és a szolgálatra, hogy településeink alapítóinak teremtő erejét és szándékát örökölve tovább gondozzuk azt, és minden gondolatunkkal, mozdulatunkkal Pesszent Imre gyarapodásáért cselekedjük. Az eseményen jelen volt Kurdi Gyula, az akkori választási bizottság elnöke, és a régi testületből több mint 20-an vettek részt az eseményen.